családi napot szerveztek a kéziseket. Tulajdonképpen miről szól ez a családi nap, és milyen programokkal készültetek? Ez egy hagyományteremtő rendezvény. Ugye ilyen nagyon sok van ebben a városban már, de én azt gondolom, hogy közel a 100-hoz az igazolt játékosaink száma, és egy olyan céllal hirdettük meg ezt a mai családi napot, hogy összeismerkedjenek egymással azok, akik mondjuk a legfiatalabb korosztályunkba járnak, és nem is nagyon tudják, hogy van-e felnőtt csapat, kik azok, kikből állnak. És nagyon érdekes volt, meglepődtek emberek, hogy szia, te, hát te, mit keresel? A te gyereked is, az enyém is. Tehát ez a cél, hogy ez a család, ez a kézilabdás család bővüljön, ismerje meg egymást, erősödjön a közösség, és szívesen járjanak ide a gyerekek, és a mérkőzéseikre a szülők, és aztán ezzel ugye megágyazunk a felnőtt csapatnak is, hiszen hogyha a széles bázis egy piramisnak az alja van alul, akkor mindig lesz felnőtt csapatunknak megfelelő játékos mennyiség, és közben ugye a helyi gyerekeknek szívesebben jönnek szurkolni a szurkolók, mint hogyha holmi idegen légiósokat hívnánk, az egy szemételen. Erről letettünk, tehát erről a pályáról letettünk, hogy idegen játékosokat hívjunk. Egy áldozatos, kemény munkával 8 éve csak helyi játékosokkal dolgozunk, úgyhogy ez a családi nap is ezt szolgálja.